Szevasztok srácok, Alex vagyok, és egy újabb draft döntőt sikerült behúzni. Már rég volt olyan döntő, ahol ketten játszottak. Ugye... Az volt ideig, legalábbis nekünk így GP-vel, hogy nem fogadunk el olyat, akik ketten vannak, mert régebben ugye megvertem, akik ketten játszottak, de utána mint ilyen milyen profi, ilyen ketten játszanak úgy profi szintű játékosokat dobott, de most nem húztam az időt, nem kerestem ott vár mellemfélt. Oké, elsőre kérte, másodjára ugye az dobta be, elfogadtam, kész. És akkor harmad... 30. percbe kilépett, kiléptek 0-4-nél. Amivel csak 3 gól benne, fantasztikus. Itt majdnem szinte minden passzunk jól ezen a meccsen. Végre. Higuain, ugye jelszavon a csapatot, azt hiszem, ilyen 95-as Higuainunk volt. Egy csomó gólt lőtt a meccseken. Aztán jött Hazard, nem tudta érni, és akkor miért a védő ellökne, berúgjuk a hosszúba. Aztán jött miért a Hazard, és talán aztán miért egyszer a Higuain, de ebben nem vagyok biztos. Nem, akkor is a Hazard, nem. De a Higuain jött akkor is, akkor a Hazard gólra emlékszek. És akkor talán kiléptek, amúgy a csapata az... Ronaldo, Ibra, Ibra az BLS volt, Ronaldo az fogalom nincs, talán inform. Hero Rooney volt, arra is emlékszem, hogy többé annyira nem, hogy milyennek voltak. Nos, hát első meccs 3-0, 5-0, 6-0 és 4-0. Hát ez az ilyen draft is ritka, ahol egy gólt csak kapunk a német csapat, úgyhogy ennek örülünk, ugye örülök. Csapat egy kemény szikert van a 100-hoz, de amúgy egy ilyen angol csapat, van egy darab szériás és kettő darab egyes. De itt volt nekünk 99 Ronaldo-t, behoztuk a Neymart is. Úgyhogy gyerünk, valami jót dobjál be. Nem nézek oda. Elnyomom, elmegyek a bronz pakra. Látom, hogy kettő pak, na, az akkor megint meg a pak, vagy premium gold players pak, vagy egy 50k-s 5000-es pak. Így van, egy 50k-s pakot kaptam, egy 5000-eset. Kezdjük a rosszabbikkal. Nincs benne sajnos egy real játékos. Se díny. Dínye. Szerintem ez transfer, de hát ez semmit se ér, mert ez is fel, a fitness is. Ez a három kiksa. Na és akkor rare gold pack. Picit megkevertük. És befagyott, befagyott. Spanyol volt. Hát... Spanyol, ki lesz az? Na, Busquets vagy Fabregas. És akkor a legszarabb walkout Mkhitaryan után, talán, igen. Fabregas, kíváncsi vagyok mennyibe kerül. Na legalább jó, hogy megkevertük, tehát hogyha legközelebb is 50k-s pakot kapunk, akkor meg fogjuk keverni. Úgyhogy ez tök jó. Mellette már csak egy Vitolo a legmagasabb, de kaptunk Asensiót, Lovren, Marquinhos, Kurzawa. Kiamit, Mirante, 79 az alattiak. A Fabregas mennyibe kerül? Jézusom, úristen, Fabregas, aki meg ilyen 20 ezeret ért. Jó, hát végülis ez is jó, bőven vissza fog jönni a draftnak az ára, már majdnem ezen az egy játékoson. Mint egy 8 ezeret, vagy 9 ezeret, nem tudom, ma megnézem. Mind mehet fel a transferre. Tetszett, akkor dob rá egy lájkot és legközelebb találkozunk. Alex voltam, szevasztok.